68 ezer család, mintegy 280 ezer ember vette igénybe 2018. január végéig a családi otthonteremtési kedvezményt. A csoknak köszönhetően eddig összesen 189 milliárd forint összegű támogatásban részesültek a családok. A kormány folyamatosan figyelemmel kísérte a visszajelzéseket, illetve az otthonteremtési program tapasztalatait, hogy az igényekhez igazodva módosítsa, bővítse azt. Így március 15-től könnyít a csok igénylési feltételein a kormány. Novák Katalin szerdán két rendelet módosítást ismertetett ezzel kapcsolatban budapesti sajtótájékoztatóján. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának család és ifjúságügyet felelős államtitkára kiemelte, a módosításoknak köszönhetően egyszerűbbé, gyorsabbá válik a csok igénylése, és még több család számára válik elérhetővé a támogatás. Az első és az egyik legfontosabb az az egyszerűség, a nyilatkozati elvnek a bevezetése. Ez annyit jelent, hogy a korábbi sok papírhoz képest sokkal kevesebb dokumentumra lesz szükség ahhoz, hogy a csokot igényelni tudják a családok. Ez annyit jelent, hogy egy egész egyszerű esetben akár 5 dokumentum is elég lehet ahhoz, hogy a csokigénylés leadják a pénzintézetnél, és ez az 5 dokumentum sem bonyolult, ez a személyigazolvány, a lakcímkártya, az adókártya, TB jogviszony igazolás, illetve az adásvételi szerződés vagy az építési napló építkezés esetén. Az államtitkár hozzátette, az 5 dokumentumon kívül mindössze még egy nyilatkozat szükséges az egyéb körülményekről. Novák Katalin azt is elmondta, további egyszerűsítés a támogatást illetően, hogy az ügyintézési határidők rövidülnek, így március 15-től a bankoknak 30 napon belül kell dönteniük a lakásvásárlási ügyekben, az építkezéseknél pedig 60 nap a határidő. Megkönnyítik az igénylők dolgát azzal is, hogy a csok iránti igény benyújtására az adásvételi szerződés megkötését követően 2 hónappal több idejük, azaz fél évük lesz a családoknak. A politikus azt is hangsúlyozta, hogy a csokot a hazatérő családok is igénybe vehetik ezentúl, ha külföldi TB jogviszonyt igazolnak, és vállalják, hogy egyikük 180 napon belül magyar TB jogviszonyt létesít. A már megkezdett otthon bővítésekre is lehet március 15-től támogatást kérni, valamint akár minden költségüket fedezhetik a csokból a támogatás összegéig a családok. A banki szempontból hitelképtelen fiatalok számára jelent változást, hogy a jövőben az otthonteremtési kedvezmény igényléséhez adóstársnak bevonhatják szüleiket vagy közeli hozzátartozóikat. A módosítások az ingatlan tulajdonnal rendelkező családokat is érinti. A használt ingatlanok vásárlása esetén is, illetve minden csok támogatás esetén eltöröljük a tulajdon jogra vonatkozó korlátozást. Ez annyit jelent, hogy attól függetlenül, hogy az igénylőknek, a családnak a tulajdonában van-e már ingatlan, ettől függetlenül tudnak csokot igényelni egy újabb ingatlannak a vásárlásához, akkor is, hogyha ez egy használt ingatlan, akkor is, hogyha új, akkor is, hogyha építkezésről van szó, tehát a tulajdoni korlátot ebben a tekintetben eltöröltük. A könnyítéseknek köszönhetően ezentúl azok a családok, akik korábban már vettek fel lakás célú támogatást, a jövőben több támogatást kaphatnak, ha újabb 3 gyermeket vállalnak. Novák Katalin azt is kiemelte, változik az áfa visszatérítés szabályozása is. Ez szerint mindenki, aki építkezik és 27%-os áfakulcsos számlát nyújt be, 5 millió forintig kérheti az adó visszatérítést. Az áfa visszatérítési lehetőséget kiterjesztik továbbá a nyugdíjasokra és a nyugdíjszerű ellátásban részesülőkre is.